Négy-öt kutya garázdálkodik rendszeresen éjszakánként a Szépasszony völgyben. Időnként agresszívak, a völgyben dolgozók félnek tőlük. Ezek a fotók a napokban készültek. A pince tulajdonosokat az is aggasztja, hogy elriasztják a vendégeket, pedig most van a főszezon. Több hónapja rendszeres problémaként jelentkezik a Szépasszony völgyben több pince előtt, hogy este 10-11 óra körül ilyen 4-5 kutyából álló falka, az hát félelmet gerjeszt, és hát gyakorlatilag többször megtámadták a mi dolgozóinkat is, már különféle sprékkel fegyvereztük fel őket, hogy tudjanak védekezni a kutyákkal szemben. Többször bejelentettem szóban, írásban, a közterületfelügyeletnek, és nagyon-nagyon várjuk azt, hogy mi fog történni, mert hát egy kiemelt turistaövezetről beszélünk, és ennek ellenére ilyen problémákkal kell küzdeni. A problémával megkerestük a gyepmesteri telepet működtető Városgondozás Kft. Vezetőjét. Jakab Zoltán azt mondja, már sikeresen befogtak egy komondort, ami csipes volt, így visszavitték a gazdájához, és beazonosítottak más egyedeket is. Azokról a gazda lemondott, menhelyre kerültek. Mivel a völgyben napnyugta után jelennek meg a kutyák, túlórát rendelt el a gyepmesteri telep munkatársainak esti járőrözésre. Több alkalommal voltak már a kollégáim, ők nem tapasztaltak esti órákban, illetve ez az egy volt az is napközben a komondor, amit a tulajdonosának vissza is vitték. Befogtak és visszavitték a tulajdonosnak. Elképzelhető az is, hogy csapdát lehetne kitenni, hiszen bizonyos esetekben ez is segítségül szokott szolgálni, de azt gondolom, hogy ha most a közeljövőben még a jó időre való tekintettel túlórát rendelünk el, hiszen ilyenkor a vendégek ugye az elhagyott étel oda vonza az állatokat, ha túlóra lesz elrendelve egy-két nap alkalmával, talán nagyobb sikerrel fogunk járni. A garázda ebeknek valószínűleg van gazdájuk, akiket ha megtalálnak, felszólítanak, hogy tartsák zárt udvarukon a kutyáikat, és bírság is kiszabható a gondatlanságukért.